Köszöntöm a kedves nézőkét a Lólépésben Sakmagazinban. Gunyát Zoltán műsorvezető vagyok, és én tájékozhatom a kedves nézőket a sakbeli eseményekről, és mutathatok be a tisztelt nézőknek különböző sakpartikat, tanulságos állásokat, kombinációkat, sakpartiban megvalósított ötleteket. Előző adásunk óta különösebb Sakbeli esemény nem történt, így nem tudok újdonságról beszámolni. Azt azonban el kell, hogy mondjam, hogy következő műsorszámunkban bővebb lesz a termés, hiszen fordulók lebonyolítására kerül sor a megyei első osztályú csapatbajnokságban, fordulókra kerül majd sor az MB2-ben, és be tudok majd számolni a Tiszaújvárosi november végén megrendezett nagy nemzetközi versenye, versenyen elért eredményeinkről, ugyanis több megyebeli sakkozó részt vesz ezen a versenyen, már beneveztek oda, mind a nagymenők a nagymesteri-mesteri csoportba, az A csoportba neveztek, megyénk sakkozói mind a félprofi a 2000 értékszám alatti csoportba, mind az amatőrök csoportjába. Most azonban ö, szeretném a kedves nézőnknek bemutatni megyénk sakkozóinak további alkotásait. Az előző partiban az NVSC egy kiváló sakkozója, Gulyván partiját partiát mutattam be, amelyen egy fontos mérkőzésen ö, juttatta vezetéshez az NVSC csapatát. Nem csak az NVSC-ben vannak kiváló sakkozók, hanem a Nyíregyházi Egyetem sakkozói között is. Megyénkből elszármazott egy, egy testvérpár, mindketten mesterek, egyikük fidemester, másikuk pedig egy igen híres nemzetközi mester, és a testvérpár egyike nyugdíjas lévén hazatelepült fővárosunkból Nyíregyházára. Orsó János fidemesterről van szó, aki a Nyíregyházi Egyetem csapatát erősíti, az ő egyik partiját szeretnénk bemutatni a kedves nézőknek. A partiválasztás azért is történt, mert mert Orsó Mester különös, hogy is mondjam, taktikus, kombinatív stílusú, akárcsak gulyvállaci, és az előző partiban bemutatott gulyvállaci partihoz hasonlóan Orsó Mester egy taktikus, egy, egy törik szakadra állított partiban sikerült, hogy megadásra késztesse mezőkövesdi ellenfelét. A partiban Orsó János mesterünk vezette a sötét figurákat, D4-re, D5-öt válaszolt, a világos figurákat mezőkövesd egyik játékosa, első osztályú minősítéssel bíró Pap Kristóf vezeti. C4-jel a vezércselbe terelte a mezőkövesdi játékosa partit, tehát C2-C4, erre általában c 6 vagy e 6 válaszolnak, vagy a szlávvédelem, védelem, vagy pedig az elhárított vezércsel ortodox védelme ő, kerül terítékre. Orsó mester azonban a Csigorin védelembe terelte a játékot. Csigorin a 19. század végének, 20. század elejének, inkább a 19. század végének egyik világklasszisa, aki világbajnoki döntőt is játszott. Egy taktikus, kombinatív stílusú sakkozó volt, aki sokszor ráérzett, amikor a megnyitás elmélet még gyerekcipőben járt, sokszor ráérzett a, a jövőnek a megnyitási gondolataira. Tehát Huszár C6-tal folytatta Orsó mester a játékot, amivel láthatjuk, hogy sötét tulajdonképpen a D4 pontra gyakorol nyomást. Ha világos most beütne D5-re, akkor sötét arra vezérült D5-tel folytathatná, és már is inogna a D4 pont. Világos azonban huszár F3-mal folytatta, egy elméleti változat ez is, amire következett futó G4. Tehát futó G4 az eszme az, hogy ö, leütjük az F3 futót, majd beütünk C4-re, és már igyekszünk megszerezni a D4 centrális mezőt, erre E3-at kellett lépnie világosnak, az E3 lépéssel ugye világos tartja a D4 mezőt, a vezérrel tud visszaütni F3-ra, hogyha sötét leütné a huszárt f 3 on és ugye ha D5 üt C4 következne, a futóval is visszaüthet, a futóval visszaüthet C4-re. A lépés árnyoldal az, hogy beragad a sötét mezőjű futó, és nehézkesebb lesz a fejlődése. Hát több sem kellett orsó mesternek, támadó fokozatba váltott. E ötöt lépett. Természetesen ezek nem ismeretlen lépések, azonban el kell, hogy mondjam a kedves nézőknek, hogy a támadásnak van egy pszichológiája. Olyankor, amikor a sakpartiban a az egyik játékos támadóként lép fel. Lép fel. Előfordulhat, hogy a, a bevezetett támadás ugye áldozattal, gyalogáldozatokkal esetenként tisztáldozattal is jár, azonban a megtámadott fél különbözőképpen reagálhat. Igen, gyakran előfordul, hogy a megtámadott sakkozók rosszul reagálnak, ugyanis a támadásra nagyon, könny, nagyon nehéz megfelelően pszichológiailag reagálni. Akkor, amikor ugye megtámadnak és hoznak egy tisztázatlan állást eredményező áldozatot, akkor a megzavarodott fél rosszul tudja a zavartsága miatt, Általában sem felismert zavartsága miatt felmérni az állást, és ilyenkor igen gyakran eltéved a partiban. Tehát a támadó partiban nagyon sokszor előfordul, hogy a támadó objektíve rosszul áll, de hát az Ádám Éva nevű prototípus, tehát az emberi tényező nem olyan, mint a hidegvérő számítógép, az embernek indulatai, érzelmei vannak, és emiatt nem mindig tudja jól reagálni, lereagálni a a megtámadást. Tehát pszichológiai vetülete is van a támadó partinak, és és ilyen esetben sokszor még az objektívet talán rosszabb állást is sikerül megnyerni a támadónak. Már annak, aki mer támadni, mert nagyon sok sakkozó nem mer támadni, nem mer áldozni, nem mer kombinálni, Orsó Mester azonban nagy örömünkre nem ilyen gyáva nyúlszívű játékos. Nos, ezek után, folytassuk a partit, világos leütött E5-re, e ami, ami egy vegytiszta gyalogelőny lehet, huszárüt E5-re ugyanis lehetőség van, mondjuk gyalogüt D5-tel folytatni, de hát orsó mester nem olyan fából faragott, D4-et lépett. Ezt a második gyalogot is le lehet ütni, de nem lehet igazából a második gyalogelőt is megtartani. Tulajdonképpen, tulajdonképpen ez egy ilyen romboló gyalog áldozatnak minősíthető. Itt már világos valószínűleg olyan állásba keveredett, amiben objektíve egy hajszála jobban áll, de valószínűleg nem ismeri ezt az állást, nem ismeri az ilyen állástípus, nem tudja, hogy hogyan kell kezelni, és ilyenkor zavarában nem biztos, hogy mindig a legjobban reagál. Nos, világos a talán szívűnek tekinthető futó e folytatta, amire következett egy másik fejlődő taktikus stílusú lépés, futó B4 sakk. Ez a sakk nagyon gyilkosnak tűnik, ugyanis arról van szó, hogy ha közbehúzunk valamit, mondjuk egy huszát vagy a futót közbe húzzuk, arra nem kötelező azonnal ütni sötétnek, hanem gyalog d 4 t 3 mal lehet válaszolni, és bizony szétesik a világos gyalogszerkezet, tehát E3-on és e 5 keletkezik egy-egy gyalogja világosnak, és az a későbbiekben pompás tisztjátékkal lenyerhető, visszanyerhető, és akkor megmarad az anyagi egyenlőség mellett a rosszabb állás világosnak. Világos, az előző adásban bemutatott partihoz képest hasonlóan, rosszul reagált, király f lépett. Ezek után ö, egy ö, újabb gyalogáldozat következik, D3. D3-ra világos elhatározta vezércserét, vezérült D3, vezérült D3, futó D3, és most tempóval fejlődik Sötét, bár két gyalog hátránya van, de, de rohamosan fejlődnek ki a tisztjei, amivel egyre aggasztóbb lesz világos állása. Sötét hosszú sánccal hosszú sánc, dobta a játékba az A8 bástáját a D8 mezőn, már is rosszul áll, a, rosszul áll a futó. A futóval visszakozni kellett E2-re, Futó D3-E2, és itt az ideje az egyik gyalog visszanyerésének, futó üt F3, és G üt F3. Lehetősége lett volna világosnak a futóval visszaütni G3-ra, de arra még mindig jól üthető az E5 gyalog, majd a C4 is veszélyben van, de az e gyalogot így is le tudja ütni orsó mester, következett át Huszár C6 üt E5. világosnak még csak egyetlen tisztjeven kifejlődve már több lépést megtett, e kettőn álló futó, bizonytalan már a királyállása, igyekszik gyaloglépésekkel, tempóval játékba hozni a figuráit, A3-mal elzavarja a futót, amivel sötét nem maradhat a vezérszányon, nem húzhat A5-öt, mert arra B4, futó B6, C5-tel elfogná a futót világos, ezért a futóval az A3, F8 átlón kellett visszavonulni, visszavonult E7-re. Következett Huszár C3, Huszár C3, és hogy az ne léphessen se B5-re, se D5-re, C6-tal, sötét, igen fontos pontokat vett el a a világos huszártól, tehát C7, C6. Ezek után úgy gondolta a világos, hogy itt az ideje az aktív E5 huszárt visszaszorítani, ez azonban nem nagyon vezetett eredményre, hiszen a huszár befészkelődött E5-ről D3-ra, tehát F4, huszár D3. Most Világos éppen lecserélheti a, a futóját huszára, és akkor leadná a futópárt, ez azonban nem igazán kedvező a számára, mivel a világos gyalogok egy kivételével sötét mezőkön rögzültek, és sötét mezőjű futók vannak az állásban, tehát a gyaloghátrány sötét könnyedén tudná nyerni, és... A gyors fejlődésével tulajdonképpen előnybe is kerülhetne. Ezért a futóval beadta inkább a g 4 sakkot, király C7 következett természetesen. Király E2-vel megtámadta a, a, a lovat, következett G6, és bástya D1. Most ö, tempóval jön ö, csatába a huszár is, huszár F6, és hiába üthetné le ö, a D3 huszárt világos, arra huszár G4 következne is, ingadozna még a H2 gyalog helyzete is, ezért inkább visszakozott a futópárt óvva világos, futó F3-mal. Erre következett huszár C5 megkérdezve világostól, hogy mit szeretne tenni a huszár B3 fenyegetés ellen. Például Bástya Csere következett, futóüt D, Bátyaüt D8 és Bástya D8. A gyalog hátrányért sötétet kompenzálja az a tény, hogy világosnak a sötét futója meglehetősen korlátozott, mozgás korlátozott, mozgásában korlátozott, és gyenge pontok vannak a világos állásban, és az A1-bástya játékba hozatala meglehetősen nehéz. Világos B4-gyel igyekezett játékba hozni a futóját, B4-gyel elkergette a huszárt, és ö, nyilván, hogy a futót B2-re akarja vezérelni, majd Bástya ad 1 el Bástya cserét végrehajtani és megkísérelni a gyalog érvényesíteni. A pompás Huszár D3 lépés azonban most is orsómester rendelkezésére áll, következett Huszár D3. Ö, erre már nehéz fejlődnie a tovább világosnak, hiszen a bástájával sem tud igazán mozgásba kerülni, futó D2-t húzott, világos, futó D2, ez azonban gyalogelnézés, és orsó mester visszaállítja az anyagi egyensúlyt, biztos látják a kedves nézők is, hogy huszárüt F2 az indokolt lépés, huszárüt F2, Tekintettel arra, hogy most királyú F2-re, bástyaúd d 2 sakk következne, és már nagyon csiklandósan állna a széteső állásban világos, ezért megkísérelte még az ellenállást bástya A2-vel. Most a huszár F2-G4 következett. Nem szabad ott hagyni azt a, a huszár, és H3-mal tovább bűzte a huszárt világos. A huszárnak azonban az a g mező is csak tranzitállomás, átmeneti állás lenne, visszakozott H6-ra, és uh, nyilván F5-tel akar játékba avatkozni. Világos e 4 jel elvette az F5 pontot a H6-on álló sötét huszártól, ez azonban nem okozott különösebb problémát, mivel a kinyíló állásban orsó mester most futó F8-al F8 jelentette be, hogy azt a futót az A1-H8 nagy átlóra kívánja, uh, állítani, és ebben az esetben már a, a, az F4 gyalog is gyengélkedik előbb-utóbb. Minden esetre futó E3 következett, nagyon értelmes lépés, megtámadva az A7 gyalogot, amit király B8-al meg kell védeni. Király B8, most következett futó F2, fenyegetvén, ugye a futó h 4 el erre jött bástya E8, egy szép kötéssel. Következett erre futó H4. Ezt a, ez a lépés nekem nagyon nem tetszik, mivel, mivel visszaad egy gyalogot, egy további gyalogot engedélyező sötétnek, tehát sorozatos cserék után visszajön az anyag, úgy szoktuk mondani, huszár E4, huszár 4 vagyis futó E4, és most e jön vissza a kérdéses tiszt, e kötés kihasználás, valóságos kötés, mert a lekötött E4 futó mögött maga a király, ő felsége van. Király F3, ki kell lépni a kötésből, és a tiszt visszanyerése gyalogot ér, tehát futó üte 4, vagyis gyalog üte 4, huszár üte 4, huszár üte 4, és most a h6-on veszteglő huszár kiváló bázist foglal el, huszár f5 következett. Huszár h6 f5. Annak a futónak mennie kell onnan, és pedig, F6-ra állt be, a nagy átlót foglalt el világos, ötletes lépésével futó H4 F6. Azt a futótot sokáig eltűrni nem lehet, ezért azt le kell cserélni. Futó G7-tel ajánlotta fel a cserét orsómester, futó F8 G7. A csere végrehajtatott, tehát futó üt G7 és huszár üt G7. 20 D6 következett, az a huszár ugye egy C4-C5 lépés után ö, bázissá válik ott. Ö, azonban mondjuk úgy, hogy támadási célpontot váltott erre a lépésre. Orsó mester Bástya F8-al a gyenge F4 gyalogot vette célba. Bástya F8, következett Bástya E2, és most nem huszár D6, mivel azt a bástya leütné, nem is huszár H5, hanem G5 következett. G5, király G4, üt F4. Ebben a végjátékszerű állásban már azt láthatjuk, hogy gyalog előnye van Orsó mesternek, azonban az a gyalog vissza is nyerhető. Ebben a pillanatban vétett nagy hibát, ebben az állásban vétett nagy hibát, ö, ö, sötét, mégpedig a hágyalogot akarhatta leütni, mert a királlyal előre tört bátran, mint, ö, mint ö, első Jageló László királyunk a várnai csatában, ö, jó pár száz, több mint fél száz évvel ezelőtt, de Sajnos Ulászló király sorsára jutott, illetve nem sajnos, hanem szerencsénkre. Király G jöttel megengedte, hogy az a szabadgyalog nagyon veszélyessé váljon, tehát király G jöttel tört előre. Erre a szabadgyalog nagyon nagy játékhoz jutott F3. Néhai Nimzovics nagymester mondta, hogy a szabadgyalog olyan, mint egy veszélyes bűnöző, lakat alatt kell tartani. Ezt az elmés mondást ez a part is bizonyítja. Bástya F2-vel kellett blokálni a szabadgyalogot, Bástya E2-F2, már pedig ugye a kezdő gyerekeknek is tanítjuk, hogy a bástya nem jó blokáló figura, hiszen olyankor kevés erőt tud kifejteni. A bástya F2 már szerencsétlen álláshoz juttatja világost. És a huszár összjátéka következik, most a bástyával huszár D6-sak, vagyis huszár E6-sak, király H6, megy el a gyalogért a világos király, király C7, huszár E4, tehát nem a D6-on akarja c -e bebetonozni a huszárt világos, hanem jön vissza a szabadgyalog elfogására, most azonban következett bástya F4. És erre nagyon nehéz már mit lépnie tulajdonképpen Tulajdonképpen ö, ö, világosnak fel is adta a partit, hiszen a huszát védeni kell, ellépésre következhet, hogy a huszár ellép, következhetett volna ö, mondjuk huszár D2-re, bástya H4-sak, és ö, az mattal is fenyeget, tehát a huszárral kénytelen olyan helyre lépni, ahol azt nem tudja oltalmazni. Világos erre a Bástya f 4 -e kezet is nyújtott, tehát Orsó Mester ezzel a szép, aktív játékkal teljes pontot kasszírozott. És még egy partit szeretnék a kedves nézőknek bemutatni, mesterek küzdelméről van szó. Borsavölgyi Tamás, a nyiregyháziak Fidemestere vezeti a világos figurákat, Mihók László Fidemester vezeti a sötét figurákat, az edelényiek sakkozója Mihók Mester. Nimzo indiai védelemre került sor D4, Huszár F6, C4, E6, Huszár C3 és Futó B4. Most nem szeretnék túl hosszú magyarázatot adni, mivel nagyon kevés időnk van hátra. A Nimzo-indiai védelem tulajdonképpen az E4 pont ellenőrzéséről szól. Borsavölgyi mester a klasszikus vezér C2-es folytatást választotta, amire egy régi, tehát vezér C2, egy régi folytatást választott Mihók mester B6-tal. A3-mal azonnal tisztázza ö, világos a lekötést, A3, futó ü C3, vezér C3. Világos futó B7-tel megszerzi az n 4 pont feletti ellenőrzést, az pedig sötét negálja F3-mal, F3, és most következik a centrumbeli ellenlökés D5, D5. Itt nem kötelező azonnal cserélni, hiszen 5 c 4 a vezér C4 is őrzi az, azt a D4 gyalogot, hanem egy erős lekötés következik, futó G5. Huszár D7 következett erre, és most egy kis, egy kis cserebere következik, mindketten ugye bekínálják a vezér leütésének lehetőségét, 5 d 5 és huszárű D5, itt ugye le lehet ütni futóval D8, amire világos 24 C3-mal válaszolna, Borsa Vögyi Mester azonban pozíciósan is otthon van a küzdelemben, vezér D2-vel fenntartja a vezérfutó üteget, a sötét vezér fenyegetettségét, és igyekszik majd e 4 teljesen birtokba venni a centrumot. F6 következett, a megtámadott futóval H4-re kell visszamennünk, nem adjuk le a d5 huszárért, rövid sánc következett, és most világos e4-gyel a centrumot birtokba vette. Huszár e7 visszakozás történt, sötét állásában kissé gyenge az e6 pont, ezért futó c4 következett, Király E héttel az egyetlen szabályos lehetőséggel lehetett védeni azt az E6 pontot, Borsavölgyi mester pedig a tanult módon igyekszik fokozni azt a bizonyos kötést, huszár E2. Az a Huszár F4-re igyekszik, hogy beverhessen, beüthessen E 6 pontra, ezt egy módon meg lehet gátolni, Huszár G6-tal, amire a futót vissza kellett vonni G3ra. G3, Bástya E8-al meg van védve teljesen az E6 gyalog, Bástya E8, de vannak más célpontjai is világosnak, Bástya AC1. A bástyának ugye tér kell, akkor erőt fejthet ki, és erre kiváló a félig nyílt C vonal. Bástya C8-al válaszolt mi hókmester, amire világos rövid sánccal összekötötte a bástyákat. Sötét most már király g 8 al kezdi kimenekíteni a C4 futó átlójából a királyát, tehát király G8, de következik a nagy térelőny B4, huszár D 5 ugye a lekötött vezér miatt az nem üthető le, a futót inkább visszavonja Borsa mester B3-ra. Huszár F7 következett, vezérüt A2, vezér A2, nyomva az A6 pontot, futó A6-tal igyekszik lebeszélni a, az E6-ra való beütésről világost Mihók Bástya F D8, D1 következett, vezére héttel összekaparta az E6 pont védelmét sötét, de következik az áttörés D5. Futóüte 2, D6 közbeiktatás, Huszár D6, vezérült e2, huszár f8-al igyekszik ö, leütni, leütni az e6 gyalogot, huszár f8, de következett f4, király h8, és f 5 nyert állást ért el világos, f5 következett még bástya e d8, bástya c6, h6, és vezér c2, majd nem kívánta tovább a szenvedést folytatni Mihók mester, hanem gúzsba köttet vén feladta reménytelen küzdelmet. Kedves nézőink, nem csak taktikusan, hanem aktív, dinamikus, pozíciós stílusban is lehet ö, ö, rövid partiban legyőzni az ellenfelet. Most egy másik stílusú partit mutattam még be a kedves nézőknek. Remélem tetszett Borshabölgyi mester alkotása. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!